Kazinc Barcika város önkormányzata a Barcika Art Nonprofit Kft.-vel és a Bosodi Bányászok területi tagozatával közösen várta az emlékezőket a bányászszoborhoz, ahol közreműködtek a Kazinc Barcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekarának tagjai is. Ünnepi köszöntőt mondott Klimon István alpolgármester, aki örömmel konstatálta, hogy a nagyon meleg idő ellenére is rendkívül sokan fogadták el a szervezők meghívását. A városvezető arról beszélt, hogy az energiaszektor mindig átalakuláson megy keresztül. Az átalakulások folyamán mindig visszatérnek a trendek, visszatérnek a kutatók a föld mélyére, és ugye nem kell messzire lenni, hanem Nyugat-Európában is lehet látni azt, hogy az atomenergia egy kicsit a háttérbe szorul, és újra a szenes erőművek azok, amelyik erőre törnek. A hősök emlékének őrzését emelte ki beszédében a Kazincbarcikai Bányász Szakszervezet elnöke. Pásztor László hangsúlyozta a bányász hagyományok ápolásának, a bányász emlékek megőrzésének fontosságát, majd visszaidézve a múltat, emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy bármilyen kegyetlen tudott lenni a bánya, nem csak elvett, hanem adott is. Egy másik világ volt a bánya, ahol az összefogás minden mást felülírt. Soha senkit nem hagytunk magára, és ez nem csak a munkában volt így, a magánéletben is. Kisegítettük egymást a bajból, és ez ma is így van. A bányászokat, akik életük kockáztatásával hozták felszínre a föld kincsét, megbecsülés övezte, ami nem csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánult. Az ünnepi beszédeket követően az emlékezés virágait helyezte el az Egressy Béni Művelődési Központ melletti bányászszobornál Kazincbarcika város önkormányzata nevében Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester, valamint a helyi és térségi bányász szervezetek képviselői, a nyugdíjas szervezetek jelenlévő tagjai, illetve a még ma is élő egykori bányászok, azok családtagjai.